Tartok, de ugyanakkor az meg része a folyamatnak, tehát ez teljesen életszerű, hogy van egy hosszú, komplex mű, aminek nyilván részei könnyebben fogyaszthatók, emészhetők, játszhatók, és van, ami nehezebb. De te azt mondod, hogy mi úgy várja? Hát ott egy picit a pulzus szám emelkedik, de a többi az... szerzőnek egy nagyon érdekes művel, amelyben két teljesen különböző hagyományt egyesít. Az egyik az a, hát mondhatni idézőjelben a kereszténység, a vallás, a másik pedig egy teljesen világi tánczene. Ezeket montázsolja egy kompozícióban, és ez fogja előadni a 80 éves Oxfam-ban énekkar. Szerző van. Van, aki ott áll a mű mellett, és nem hagyja békén az embert addig, ami nem úgy csinálja, hogy azt ő elképzelte, de a Robi ebben szerintem teljesen rugalmas, és ezt jól kezeli, mert megírta a művét, és utána igazából útjára bocsájtja, és rábízza az előadókra, és a szólistákra, hogy ki mit, hogy képzel el benne, és akkor megszületik valami igazából koprodukció a kettőből. Meg a Bence meg kérdez, hogyha ha valami olyan van, hogy így lehet-e, úgy lehet-e, hogy lehet-e jó, akkor megkérdezi, és akkor ez tök jó.